Amaros hegyieket szolgáló kulturális intézmény az elmúlt évtizedekben több fenntartó váltáson ment át, az épület műszaki állapota leromlott, a felújítás szükségessége évekkel ezelőtt felmerült. A maroshegyi városrész életében nagyon fontos szerepet tölt be ez az intézmény, melynek nemrégben ünnepeltük a 60. évfordulóját. Miért fontos ez a közösségi tér, illetve milyen felújításokra lenne itt szükség, hogyan láttak a bejáráson? Hát egyrészt fontos a múltja miatt, azért, mert vannak itt olyan kulturális közösségek, csak egy példát mondjak, mint például az Ikarusz Néptánc Együttes, akiknek nagyon sok éves, sok évtizedes hagyománya van, és még ma is itt vannak, és működnek nagyon jó kedvel és nagyon jó hangulatban. És hát vannak természetesen újabb közösségek is. Fontos azért, mert innen indult el a Tolpihe és a Tündérszó meseíró pályázat, a Dorján Viktornak köszönhetően, de van már operenciás mesemondó versenyünk is. Ez a böndörödő otthona, hiszen mindig a házon belül és kívül zajlik a városrész nagy rendezvény, amit szintén együtt hívtunk életre annak idején. Hát szóval nagyon-nagyon egyre nagyobb igényük van az itt élőknek is, mint hogy az én tapasztalatom szerint a székesfehérváriaknak is a közösségi, kulturális közösségi együttlétre. Hála Istennek azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudta a televízió végképp odaültetni az embereket és az internet világa sem, hanem igenis van az embereknek arra igényük, szükségük, hogy egymással személyes kapcsolatot tartva legyenek együtt különböző kulturális közösségi életben. Úgyhogy mind ezek és a városrésznek a fejlődése, a családi házak gombamódra nőnek ki ebben a városrészben is, azt mutatja, hogy ehhez a belső nívós színvonalhoz és művészeti tartalomhoz egy műszaki állapotban is rendben lévő, és hát esztétikailag is nyilván egy hívogató, csalogató külső is jár ehhez. Úgyhogy ezért nagy öröm nekünk itt Maroshegyen, de azt gondolom, hogy a város egésze is büszke lehet arra, hogyha egy művelődési háza teljes egészében meg tud újulni, úgyhogy készen állunk erre a munkára, nagy izgalommal várjuk, mert a tervezés az mindig egy nagyon izgalmas feladat, és nem csak a ház belül és kívülről, hanem a ház előtti környezet is, úgyhogy újra álmodhatjuk önmagunkat, a polgármesterként pedig nagyon jó látni. Egyrészt, hogy a Fekete egy száraz réten is létrejön egy új kulturális közösségi tér, nem sokára elkészül a Felsővárosi Művelődési Ház, a kampuszban megújul a Szabad Művelődés Háza, itt lesz a Maroshegy megújulása, szóval szépen haladunk abba az irányba, hogy talán nem is olyan nagyon a beláthatatlan jövőben elmondhatja a város, hogy a művelődési intézményeit nem elsorvasztotta, hanem megújította, és főként azért, mert a járdák és az utak jó állapota mellett nyilván azért a lelkünket mégiscsak a kultúra, a művészetek adják. Azt is mondhatjuk, hogy ugye ezek a városrészben működő intézmények olyan funkciókat is kaptak ellátlak, most már ez megfigyelhető, amely mondjuk a belvárosból is egy-egy elemet kiragadt, tehát hogy most már a városrészekbe is érdemes kimenni programokért. Én azt gondolom, hogy rettenetesen fontos egy városban, hogy a belvárostól a különböző városrészek nagyon ne szakadjanak el, ne maradjanak le. Én az elmúlt ciklusaimban többször hallottam a maroshegyiektől, hogy milyen jó, hogy most már Maroshegyen is van bevásárlóközpont, hogy itt is van különböző szolgáltatás, hogy az orvosi rendelőintézet megújításra került, és hát nyilván még azt is sokan megjegyzik, hogy milyen szépek a térkövezett járdáink, ugye mindenhol ugyanazt a két színt használjuk, és hát nyilván kulturális és művelődési szempontból is nagyon fontos, hogy ezekbe a külső városrészekbe is kerüljenek olyan funkciók, például ugye pont ebben az évben Szárazrétre vittük ki a Vörösmarty Színházzal a nyári színházat, és lám-lám, milyen sokan teltházzal mentünk, pillanatok alatt elfogytak a jegyek, és hát talán így lehet ez a mi esetünkben is itt ebben a városrészben, hogyha ennek a háznak a jelenlegi és az egyébként elfogadott szokásos művelődési funkcióin túl esetleg még egy olyat is adunk, amiért mindenki más a városból vagy a környező településekről ide jön, és hát mivel intézmény alapításban, hála Istennek, a gazdaság teljesítő képessége lehetővé teszi azt, hogy előre tudjunk lépni. Ugye nem olyan régen, 1-2 évvel ezelőtt alapítottuk meg a zenekar intézményét,
sajtónyilvánossá vált, hiszen polgármester úrral ellátogattunk a kortárs balettbe, és nagyon reméljük, hogy ebben is tudunk talán nem is olyan beláthatatlan időn belül pozitív dolgokról beszámolni. És hát ami rettentesen hiányzik a városból régóta, az talán a Bábszínházi Társulat, hiszen tudjuk, hát én még kisgyerekes anyukaként is, bár az én gyerekeim már a legkisebb is kamasz, de már az unokáim itt vannak, hogy hihetetlen nagy igénye van a gyerekeknek erre, és azt gondolom, hogy egyre nagyobb igényük lesz rá, mert hát a mai gyerekek azért mégiscsak már közelebb vannak az okostelefon világához, és hát a Facebook azt ugye nem kell senkinek ecsetelni, úgyhogy különösen ezért is nagyon fontos meglátásom szerint az, hogy a gyerekek azért a képzeletüket is használják. Úgyhogy nem elképzelhetetlen, a polgármester úr is már többször tett rá utalást, hogy esetleg egyszer ez a ház adja otthonát Székesfehérvár Bábszínházi Társulatának. A résztvevőket Iszkári Erika igazgató vezette körbe az épületben, bemutatva a kulturális intézmény tereit, képet adva azok funkciójáról, jelenlegi műszaki állapotáról. Intézményvezetőként gondolom örömteli dolog ilyen híreket hallani, ami egy ház felújításáról, jövőbeni életéről szól, de hogyha a jelenlegi állapotot nézzük, akkor hogyan látjuk, mi a legkritikusabb pont? Én azt gondolom, hogy erről sajnos hosszasan tudnék beszélni. Aki ismeri az épületet, napi szinten jár a falai között, azok mindannyian tudják, hogy milyen nehézségekkel küzdünk, és hogy milyen rossz állapotban van most már a ház. Ugye itt a bejárás kapcsán is láthattuk, hogy a színház termet azt most már nagyon hosszú évek óta egyáltalán nem tudjuk használni. Különböző helyiségekben, amik napközben tantermeknek vannak berendezve, tudjuk megrendezni a programjainkat, azokat az eseményeinket, amelyek nagyobb létszámbefogadására alkalmasak, illetve arra kényszerültünk rá most már évek óta, hogy bizonyos rendezvényeinket, a meseíró pályázatainkat például kivigyük a városba, és akár a Hímerházban tartsuk meg méltó körülmények között. Igen, hiszen ilyen rendezvényekben, ahol nagy látogatószám van, mondhatjuk azt, hogy nincs ilyen, hiszen számos ilyen programra várják nem csak a városrészben, hanem a városban vagy a környező településeken élőket is. Igen, hát nagyon boldogok vagyunk, hogy ilyen színes kínálat találhatunk a látogatóinkkel, és tényleg azt gondolom, hogy az egészen piciktől az idős korosztályig mindenkit meg tudunk szólítani. Nagyon sokat teszünk azért, hogy megfelelő programokkal és kínálat találhassunk a látogatóink elé. Nagyjából hány program várja az érdeklődőket decemberben, hogyha csak egy ilyen arányszámot tudna mondani? Ezt én nagyon-nagyon nehéz megmondanom, mert vannak egyedi rendezvényeink. A könyvtárban is most látható egy kiállítás, amire nagyon sok csoport jelentkezik be. Folyamatosan naponta több csoportnak is tartunk itt könyvtár vezetést, illetve a kiállítás megtekintését. Minden mellett adományoztással is készülünk. A különböző klubjaink, műhelyeink is itt tartják a foglalkozásait, úgyhogy meg sem tudom satszolni. Nagyon sokan. A Szent István emlékévben Székesfehérváron tartott kihelyezett kormányülésen született meg a szándéknyilatkozat a beruházásról. November 10-én hozott határozatot a kormány arról, hogy forrást biztosít a székesfehérvári Gárdonyi Géza művelődési ház és könyvtár felújításának előkészítéséhez, majd egy következő ütemben a beruházás megvalósításához is. Egy nagyon fontos lépcsőfokra léptünk most fel, hiszen megszületett az a kormányzati döntés, amit régóta várunk, hiszen ez egy 2013-as kihelyezett kormányülésen elhatározott döntés a felújításáról a művelődési háznak, és ez a lépcsőfok, amin állunk, most 80 millió forintot jelent Székesfehérvár városának és a Gárdonyinak, amiből megkezdhet az előkészítése a majdani felújításnak, ami természetesen jóval többbe fog kerülni, de így megkezdődhet az előkészítés, megkezdődött a tervezés, és a következő kormánydöntéssel pedig Székesfehérvárra kerülhet az a forrás is, amiből valóban megújulhat ez a ház. Miért fontos a közösség szempontjából egy-egy ilyen intézmény, mennyire jövőbe mutató? Sok-sok fontos kormányzati döntés született az elmúlt évben Székesfehérvári kórház tekintetében, maga Székesfehérvár városa. Ha körülnézünk, nagyon-nagyon sokat tett, hogy megújjanak az utak, járdák, a parkolók, de ez mind a környezetünk, a csúnya szóval az infrastruktúra, ami körülvesz minket, de nagyon fontos, ami belül van, és ebben az intézményben nagyon-nagyon komoly és nagyon-nagyon fontos munka zajlik, nem csak Marosvegy életében fontos, hanem Székesfehérvár életében is fontos az a munka,
az a közösségformáló erő, ami itt van, tehát fontos, hogy megújuljon a környezete is, a maga ház is. Nem csak a városrészben élők számára nyújt programokat az intézmény, de a környező településekről is számos látogató érkezik. Fontos ez a térség szempontjából is, ez a mostani fejlesztés, hiszen a közösség szempontjából sok környező településről is használják ezt a művelődési intézményt. Igen, ugye az élet átalakult, mikor a 60 éves évfordulót ünnepeltük itt az intézménynek a fennállásánál, akkor tudni kell, hogy egy gyárnak a klubja volt, onnan indult a kezdeményezés, hogy itt egy kulturális intézmény jöjjön létre. Most viszont már egy városrésznek az intézménye, és ide járnak a környező településekről is jobb híján, ha idézőjelben mondhatom. És hát nagy öröm számomra, hogy a polgármester úr és csapata elindított egy olyan fejlesztést, amely nem csak a helyiek, hanem a térség kulturális értékeinek a megőrzését biztosító feltételeket tudja biztosítani. A jelenlegi döntés a felújítás előkészítéséhez szükséges forrást biztosítja. Ezek eredménye alapján újabb előterjesztés készül majd a beruházás megvalósításáról, valamint a kivitelezés ütemezéséről és a forrás igényéről. Mindezek ismeretében a felújításhoz szükséges forrást is a központi költségvetésből biztosítják majd. Egy különleges funkció is felmerült, helyet kaphat itt egy bábszínház is. Túl vagyunk egy bejáráson, itt megnéztük a maroshegyi intézmény állapotát. Talán mondhatjuk azt, hogy valóban megérett a felújításra. Milyen tervek vannak? Nem talán, nem biztos, hiszen már most is láttunk olyan nagy termet az épületben, ami gyakorlatilag használaton kívül van, hiszen olyan műszaki állapotot tapasztaltunk, ahova nyilván embert, programot nem lehet beengedni, miközben egy nagyon nagy városrészben, egy nagyon komoly múlttal, saját történettel rendelkező közművelődési intézményben vagyunk, amelyik szerintem a jövőjét tekintve is nagyon fontos a közösség szervezése és a közösségi erő erősítése okán. Ezért gondoltuk azt már 2013-ban a Szent István emlékévbe, hogy szeretnénk ehhez pályázati vagy kormányzati forrásból felújítási forrásokat kapni és szerezni. Ezt aztán a Modern Városok program keretében még külön megerősítettük, bár abba végül nem került be, hiszen már külön kormány döntés volt róla, hogy elkészíthetjük a koncepcióterveket. Ezek elkészültek, és ez alapján ezúton is köszönöm Varga Tamásnak és Törő Gábor képviselő uraknak, hogy az ő jó értelembe vett erőszakos lobbizásuk okán most a város több mint 80 millió forintos forráshoz jutott, amiből a teljes engedélyezési tervdokumentáció elkészíthető, az engedélyezést meg tudjuk valósítani, és amikor ott pontosan látni fogjuk, akár egy feltételes közbeszerzési eljárással is, hogy mennyibe kerül ennek az épületnek és az épület előtti térnek közlekedési csomópontnak a kialakítása, felújítása, akkor újra visszamehetünk a kormány elé, akik várják majd tőlünk ezeket az adatokat, és remélem, hogy akkor egy végleges rábólintás történik az akkor már pontosan ismert felújítási összegre. Nem szeretnénk becsülni, azért nem kértük most ezt a forrást, hiszen az építőipar kapacitás hiánya okán folyamatosan nőnek a költségek. Biztos, hogy másfél-kettő, vagy akár 2 milliárd forint fölött is lehet ennek az épületnek a 21. századi módon történő felújítása, de szükséges. És azért is szükséges, hiszen egy sok-sok ezres városrészben vagyunk itt a Maroshegyen, nem véletlenül, hogy Brájer Éva képviselőasszony, ezt most már hosszú-hosszú évek óta kéri, hogy ez itt egyébként nagyon jó szakmai munkát az épület felújítása tekintetében is segítsük, és hát az sem titok, hogy vannak álmaink abban a vonatkozásban, hogy városi intézmény is ide kerülhessen, konkrétan a Bábszínház, úgyhogy azon idő alatt, amíg a tervezők terveznek, ezzel a feladattal is egyébként, közben pedig itt tudunk gondolkodni, hogy megvan-e ennek a városban a realitása. Én mindenképpen azt gondolom, hogy a gyermekes családok azok nagyon örülnének annak, hogyha Bábszínházért nem kellene máshova menni, hanem elég lenne csak kijönni a Maroshegyre, és itt egy ilyen előadást a gyerekekkel együtt megnézni. Vagy akár más településekről ide látogatni. Igen, hiszen elhangzott, és azt gondolom, hogy abszolút nyílt tapasztalaton alapuló igazán bejelentés, hogy nem csak Fehérvár, nem csak Maroshegy használja ezt a közösségi teret, hanem számos környéken lévő település, akik számára ez egy olyan kulturális értekeket közvetítő közművelődési intézmény, és még inkább egy felújítás után azzá válhat, ahova érdemes bejönni, érdemes programokon, rendezvényeken részt venni. Úgyhogy én bízom
bízom benne, hogy pár év múlva, amikor itt fogunk állni egy megújult épületbe, akkor mondjuk a látogató számokon egyértelműen tetten érhető lesz az, hogy milyen nagy szükség volt erre a felújításra. Mennyire illeszkedik ez mondjuk az Európa Kultúra és Fővárosa pályázathoz, vagy annak elképzeléseihez? Egyrészt illeszkedik, hiszen megjelöljük a pályázatba mindegy lehetséges rendezvényhelyszínt, már bizakodva, tekintve arra, hogy addig ez természetesen meg tud újulni, de szerintem azért is szimbolikus, mert nem lehet csak beszélni és elvárni valamit, miközben az adott esetben mi még nem teszik hozzá a sajátunkat. Szerintem úgy járunk el helyesen, hogyha mi tesszük a dolgunkat, közben megfogalmazunk jövőképes stratégiát, álmokat, és ehhez keressük a lehetőségeket, akár kormányzati támogatásba, akár mondjuk egy LKF pályázat keretében is. Ami szerintem szintén fontos, hogy aki ismert, tudja, hogy sokszor sok helyen elmondom, hogy ez a város túl egy központú, vagy ez az ország túl egy központú. Tehát nem szabadna ennyire mindennek Budapesten összpontosulnia, hanem igenis bízni kéne még inkább a vidéki városokba. Sok minden történt ezen a területen szerencsére az elmúlt években, de hát akkor ez úgy kerek, hogyha pedig nem csak a belvárosban gondolkodunk, hanem a külső városrészekben is. És ha vannak ilyen közösségi tereink, amiket fel tudunk újítani, akkor szerintem ezek abszolút alkalmassá tehetők arra, hogy idősebbeket és fiatalabbakat, maroshegyi, vagy éppen a környéken élő polgárokat ide tudjunk hozni, és kulturális értékeket tudjanak a szakemberek számukra átadni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. A felújítás magába foglalná az épület környezetének rendezését is, ahol újabb közösségi tér alakulhat ki.